Ciao! Ma az év hónapjairól lesz szó. Hogy nevezik olaszul a hónapokat? Fedezzük fel együtt! Apropó, ne felejts el feliratkozni a csatornámra, és lájkolni a videót, ha tetszik a téma. Hogy a ma majdnem az egész világon érvényben lévő naptár 1582-ben lett bevezetve? Gergely vagy Gregorián naptárnak hívják, mert 13. Gergely pápa volt az, aki elrendelte ennek a naptárnak a bevezetését. Én egy nagyon érdekes ténynek tartom azt, hogy Krisztus születése előtt néhány évszázaddal a római naptár még csak 10 hónapos volt. Nem volt benne a január és a február. Ezeket a hónapokat Numa Pompilius, Romulus utódja iktatta be. Akkor ezen érdekességek után készen állunk arra, hogy megtanuljuk olaszul a hónapok neveit. Január. Gennaio. Február. Febbraio. Március. Marzo. Aprilis. Aprile. Maius. Maggio. Junius. Giugno. Julius. Luglio. Augustus. Agosto. September. Settembre. October. Ottobre. November. Novembre. December. Dicembre. Mint ahogy megfigyelhetted, szerencsénkre az olasz és a magyar hónapok nevei között van némi hasonlóság. Most ismételjük át őket még egyszer, és a kiejtés mellett figyelj a helyesírásukra is. Gennaio. Febbraio. Marzo. Aprile. Maggio. Giugno. Luglio. Agosto. Settembre. Ottobre. Novembre. Dicembre. Super! Most nézzük, hogy meg tudod-e válaszolni a következő kérdéseket. Melyik hónapról van szó? Természetesen olaszul válaszolj. Melyik hónapban kezdődik a tavasz? Marzo. Melyik hónapot tartjuk a hullócsillagok hónapjának? Agosto. Melyik hónapban kezdődik az iskola? Settembre. Melyik hónapban fejeződik be az iskola? Giugno. Melyik hónapban találkozol a Mikulással? Dicembre. Melyik
hónappal kezdődik az új év? Gennaio. Hogy hívják a legrövidebb hónapot? Febbraio. Mi jön március után? Aprile. Minden szentek hónapja? Novembre. A munkások hónapja? Maggio. Melyik hónapban fedezte fel Kolumbusz Kristóf Amerikát? Ottobre. Június és augusztus között milyen hónap van? Luglio. Most pedig egy aranyos kis mondókával szeretnénk ezt a videót befejezni. Ez a mondóka arra szolgál, hogy megtanítsa, hogy melyik hónap hány napos. Természetesen elsősorban a gyerekek tanulják ezt a mondókát az iskolában, de olykor a felnőttek is szívesen ismételgetik. Trenta giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno. Tutti gli altri ne han 31. Ez magyar fordításban valahogy így hangozhatna. 30 napos a november, áprilissal, júniussal és szeptemberrel egyetemben. 28 naposból csak egy van, az összes többinek pedig 31 van. Akkor köszönjük, hogy velünk tartottál! Ne felejtsd el lájkolni a videót, és iratkozz fel a csatornánkra, ha még nem tetted volna meg. Továbbá oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel. Ciao!